menjek haza, öleljen meg. Nem. De ha ő még él, ha ő még itt van, oda mész, és csak megfogod a kezét, csak úgy csatlakozz, úgy picit óvatosan a vállát, hogy nem kell ölelgetni, csak úgy óvatosan. Ha elkezdi mondani a magáét, meg vannak ilyenkor a kis mantrák, a kis mondatok, te csak úgy néz rá, hogy én belőled vagyok, te vagy az anyám, és neked köszönhetem az életemet. Hogy én ebből az életből most kihozhatok valami nagyon jót. Nem kell magadra venni. Mert ha látod, és egyébként azért adom fel házi feladatnak, hogy kérdezősködni, mi volt a anyádnak a gyerekkorában, mi volt a nagymamával, mi volt a dédnagymamával. Mert lehet, hogy ha tudod, akkor össze tudod rakni azt a képet, amitől ő olyan volt, amilyen. Ez mindig nagyon fontos. Higgyétek el, van az önismerethez nagyon-nagyon fontos. Van olyan kliens, aki azt se tudta az anyának hány testvére volt. Nem az, hogy mit tudok a családomról. Fogalmam sincs, anyám még hányan voltak testvérek. Ez kötelező, higgyétek el. Úgyhogy ilyenkor, hát már rég nem beszélünk anyámmal semmiről. Menj haza, és kérdezd meg, hogy te anya, tudsz valami szépet mesélni a nagyiról? Volt valami jó emléked? Nyilván ne kezdje el most itt ő is az anyját szidni, hanem hogy valami jó emléked. Mi volt, amikor gyerek voltál? És képzeljétek az a tapasztalat, hogy már rég nem beszélgetünk semmivel anyámról, de tök szívesen mesél mondjuk az ő nagymamájáról. Van egy kliensem, úgy tud mesélni a nagymamájáról, hogy érzem a sütinek az illatát. Mert annyira színesen és olyan nagy csodálattal. Igen, meséltesd akkor. És tudd azt, hogy ő, és lehet, hogy hoz egy megértést, nagyon sokszor hozzá a megértést. Ja, tényleg, hát árva volt, hát őt is verték, őt se szerették. Ez volt, az volt, amaz volt. A nagymama, ugye az a háborús időszak. Árván nőtt fel. Igen, nagyjából kezdem megérteni, miért úgy működött az anyám, miért nem tudott mondjuk engem szeretni. Ezért nagyon fontos ez, hogy kérdezzétek őket. És hidd el, hogyha kérdezősködsz a generációdban, előbb fogod megérteni anyádat, utána saját magadat. Mert az nehezebb, de anyád lehet, hogy meg fogod érteni. És még mindig ott tartunk, hogy nem kell őt szeretni, ölelni, nem kell helyeselni mindazokat, amiket tett. Csak idáig juss el vele.